Kormányalakítás Már a héten meghallgatják a miniszterjelölteket, a kormányról azonban csak hét nap múlva szavaznak. Keresés ez is elárul sok mindent a kampányról. Mely jelöltekre vagyunk kíváncsiak, és melyekre nem annyira. A nyertest azonban ennek alapján nem lehet eldönteni. Reformáció Elkezdődtek a megemlékező ünnepségek. Sepsi Szent Györgyön Luther szobrot avattak. Köszöntöm Önöket a híradóban! Az Európai Unió 27 tagállama elfogadta az Egyesült Királyság kérését, hogy rugalmasan halasszák el az ország kiválását az Európai Unióból 2020. január 31-ig, jelentette be Donald Tusk az Európai Tanácselnöke. Tusk közölte, nem lesz szükség soron kívüli Európai Uniós csúcs találkozó összehívására, írásbeli eljárással történik a jóváhagyás. A tagállamok annak ellenére döntöttek így, hogy Boris Johnson brit miniszterelnök a halasztás ellen érvelt, ugyanakkor a parlament által elfogadott törvény kötelezte arra, hogy kérje a halasztást. A kilépés feltételeiről a közelmúltban fogadtak el a felek egy újabb egyességet, ám ezt a londoni parlament nem ratifikálta. Sok múlik azon, hogy hétfőn a parlament megszavazza-e a miniszterelnök indítványát az előrehozott választásokról, amit decemberben szerveznének meg bonyolítja az ügyet, hogy ilyen körülmények között Londonnak európai biztos kell javasolnia a Van der Leyen bizottságba. Javában zajlik a kampány, választási hírekkel folytatjuk. Jövő hétfőn szervezik a bizalmi szavazást Ludovik Orbán liberális kormányának beiktatásáról. A miniszterjelölteket kedden és szerdán hallgatják meg a szakbizottságokban, döntött a két ház állandó bizottságainak együttesülése. Már szerdán szerette volna Ludovic Orbán liberális pártvezér, ha bizalmat szavaznak az általa vezetett kormánynak, ám hiába érvelt ezzel az állandó bizottságok együttes ülésén, a testületek szociáldemokrata többsége jövő hétfőre tűzte ki a bizalmi szavazás időpontját. A miniszterjelölteket holnap és szerdán hallgatják meg a szakbizottságokban. A hétfői napirendre tűzéssel azonban legalább sikerült elhárítani azt a veszélyt, hogy halottak napján és minden szentek ünnepén a nem ortodox vallású honatják hiányozzanak a szavazásról. Ludovik Orbán szerint hétfőn meg fogja kapni a plénum szavazásán a szükséges 233 voksot. Jelenleg a kormány beiktatását támogató politikai alakulatoknak összesen 225 szavazata van. Emellett kilenc szenátor és képviselő vállalta, hogy támogatja a kormány beiktatását, és további hússzal folytatunk ilyen irányú tárgyalásokat, hogy meggyőzzük őket, támogassák a kormány beiktatását. Ennek természetesen az is feltétele, hogy minden ellenzéki alakulattal sikerüljön tető alá hozni a megfelelő egyességeket. A mai nap folyamán Dudovi Korbán több partner alakulattal találkozott, és amely esetben szükség volt rá, írásban is megállapodásokat kötöttek a támogatás feltételeiről. Aláírta a támogatási megállapodást az RMDS a Pénélével. Kelemen Hunor szövetségi elnök szerint a megállapodás csak a korábbi tárgyaláson elfogadottakat tartalmazza amit mi javasoltunk, elfogadta a Nemzeti Liberális Párt egyrészt, hogy nem kormányoz a sürgőségi kormányrendeletekkel, és nem vállal felelősséget a parlament előtt igazságszolgáltatásban és a választási rendszer megváltoztatásában, nem kerüli meg a parlamentet, és ez fontos. Egyrészt azért, mert az igazságszolgáltatásról volt egy népszavazás, hogy nem lehet sürgősségi kormányrendelettel módosítani, másrészt pedig nem szeretnénk, hogy a játék közben a szabályokat módosítsuk, cserélgessük, és hogy megváltoztassuk a választási törvényt. A polgármestereknek az egyfordulós, parlamenti, az egyfordulós megválasztását támogatjuk. A kormány akkor is helyén van, ha a munkáját a Johannes elnök által okozott politikai válság rendkívüli módon megnehezíti, mondta a mai kormányulés elején Viorika Döncsila ügyvívő miniszterelnök. Élesen bírálta az Orbán kormány tervezett programját és újabb vidékfejlesztési összegek kiutalását jelentette be. A Klaus Johannis elnök által okozott intézményi válság miatt sokat szenvednek az állampolgárok is, vélte Viorika Dencsila ügyvivő miniszterelnök, aki szerint a hatalmat átvenni készülő Orbán kormány megszorító intézkedésekre készül. Ugyanakkor a kormány a helyén van, és azon dolgozik, hogy minden állampolgár rendben szavazhasson az elnök választásokon közölte. Így például külföldön kétszer annyi szavazókörzetet hoznak létre, és itt három napig tart a szavazás. Állandó jelleggel tájékoztatást kapuk a választások előkészületeiről. A mai ülésen is van egy jelentés a napirenden azokról az intézkedésekről, amelyeket a választások megfelelő megszervezése kapcsán meg kell hozni. Mindezt olyan között, hogy mindmáig nincs kinevezve ügyvezető belügyminiszter. Az ügyvívő miniszterelnök közölte egy egész sor az emberek javát szolgáló határozattervezetet készítettek elő, amelyet az új kormánynak csak el kell fogadnia. Hozzátette, a mai kormányülésen elfogadják az országos helyi fejlesztési program első két részletének a kiutalását. Államelnöki programját ismertette vasárnap Klaus Ioannis, aki a Pénélé támogatásával újrázna az államelnöki tisztségben. A program az Együtt egy normális Romániáért címet viseli. Sunt convins că doar forța pentru a construi România normálă. Együtt egy normális Romániáért címmel ismertette választási programját Klaus Johannis, jelenleg is hivatalban lévő államfő, aki második mandátumra pályázik a novemberi elnök A programot ismertető beszéd során azonban leginkább a szociáldemokrata párt bírálata kapta a legnagyobb hangsúlyt. Johannes szerint a PCD az utóbbi 30 évben valahányszor kormányra került, tovább görgette az inkompetenciát és a korrupciót, valamint a demokratikus átlátható az európai szellemmel ellentétes magatartását. Ezután a PCD kormányzás után Románia azt kockáztatja, hogy egyedüli olyan ország lesz az Európai Unióban, amelyre továbbra is érvényben marad az Európai Bizottság együttműködési és ellenőrzési mechanizmusa. A sikertelen PCD irányítás belefolytotta az országot a bürokrácia, a nepotizmus, a korrupció, a visszaélések és a kiszámíthatatlanság tengerébe. Johannis szerint a PCD mindvégig akadályozta a Románia fejlődését, átpolitizálta az adminisztrációt, eltávolította a kompetens embereket a vezető tisztségekből, gátolta az intézmények normális működését, blokkolta az iskolák, kórházak és autópályák építésére irányuló beruházásokat, megpróbálta átpolitizálni az igazságszolgáltatást. A normális Romániához vezető út nagyon nehéz, de optimista vagyok, hogy ma a románok változást akarnak. Vélte Johannis. Miklóson és környékén kampányolt Kelemen Hunor az RMDS államfőjelöltje, az útjára az Erdély Magyar Televíziós tábja is elkísérte. Sűrű nap során kísérte el minden egyes találkozóra rendezvényre Kelemen Hunort az RMDS államfőjelöltjét az Erdély Magyar Televíziós tábja. A szövetségi elnök Gyergyó Miklóson és környékén találkozott a potenciális szavazókkal, majd este szájkaratén vett részt, ahol számos, néha kényelmetlen kérdésre válaszolt, illetve kereste közösen a választ a résztvevőkkel. Volt környezetvédelem, volt oktatás, ennek keretében a román nyelv oktatása, voltak székelyföldi gondok a terítéken, értékelte a beszélgetést Kelemen Hunor, aki elmondta, örül, hogy ennyire foglalkoztatja a gyergyói fiatalokat, hogy mi történik a közösségünkkel. Ennek fényében a november 10-i szavazást kihívásnak tekinti, mondta. November 10 eh, szavazás az egyféleképpen a mi erőnknek a fölmutatása, a mi közösségünk erejének a fölmutatása. A politika mindig a számokról is szól, mindig szól az erőről, mindig szól a közösségi szolidaritásról. Mi egy erős közösség vagyunk. Ez most itt is elhangzott, meg az előző rendezvényen is. Ez is egy jó nap volt, sok vitával, sok érdekes kérdéssel, sok észrevétele. Én mindenféleképpen tanultam belőle. Az RMDS 1996 óta minden államfőválasztáson indít saját jelöltet. Kelemen Hunor ezúttal is azt kívánja hangsúlyozni, hogy a magyar közösség is értékteremtő része a romániai társadalomnak, és politikusai képesek lennének úgy elvezetni az országot, hogy az egész Romániának a hasznára válna. Az internetes keresések számából is következtethetünk az elnökválasztási esélyekre. A Target Web felmérést készített arról, hogy hányan kerestek rá a világhálón az elnökelültek neveire, illetve a hozzájuk köthető politikai alakulatokra. A legtöbben 119.600-an elég Szándru Kumpanású független jelölt nevére kerestek rá. Ez azonban azért torzít, mert a Karakáli tragédia kapcsán is sokat szerepelt a médiában. Viorica Csill a szociáldemokrata jelöltel kapcsolatos információkra 108.870-en, Teodor paleológúra a PNP jelöltjére 87.720-an voltak kíváncsiak. Csak a harmadik helyen van Klaus Joannis hivatalban lévő államfő, akinek a nevét 72.260-an ütöttek be a gépkeresőjébe. Mircea Diakon ura az Áldi és Pro-Románia által támogatott jelöltre 43.150-en, Viorel Katarama függetlenre 20.150-en, Kelemen Hunorra 5.130-an kerestek rá, míg a többi jelölt közöttük az egyik esélyesnek tartott Dán Bárná nem gyűjtött számot tevő internetes érdeklődőt. A politikai pártok között viszont az úszéré vezet a PCD és a Pénéli előtt. Tegnap este befejeződött a harmadik Brassói Magyar Színház Fesztivál a Cenk alatti városban. A seregszemlét október 24 és 27-e között szervezték meg, és három ország nemzeti színházai mutatkoztak be. Beregszáz Budapest és Marosvásárhely nemzeti színházai egy-egy előadással vettek részt, de a Sagutarjáni Zente Ferenc színház is jelen volt az idei seregszemlén, a rendezvényt a szükségszerűség hozta létre, hiszen Brassó 20 ezres lélekszámú magyarságának nincs magyar nyelvű színháza Ma is látunk, mi a az Áprili Lajos Főgimnázium Grimas Diák csoportjának produkciója nyitotta meg a harmadik Magyar Színházfesztivált Brassóban. Műfajok tekintetében a sokszínűség jellemezte az idei sereg szemlét. Volt krimi, zenés groteszk, tragédia és példázat három felvonásban. Úgy érezzük, hogy felkerültünk az erdélyi színházfesztiválok térképére hiánypótló fesztivál, ugyanúgy a 80-as években hosszú sorokat álltunk komoly műfajokért, jegyekért, azt gondolom, hogy ezt a szokás vissza lehet hozni most is, annak ellenére, hogy Brass az egyedüli nagyváros, ahol ugye nincs saját társulata a barcasági magyarságnak. A seregszemlén elsősorban a klasszikus műfajokat helyezték előtérbe, a nagy színpadi előadásokat pedig kísérő programok színesítették. Ilyen volt például a Kovács András Ferenc verseiből összeállított koncertelőadás, a Jack Cole dalai, a tavalyi színházfesztivál díjnyertes fotóinak tárlata, illetve Székely Csaba szeretik a banánt elvtársak című darabja Sebestyén Abba előadásában. Elkapta a kezemből a barát. Nagy sikerű Magyarország egyik legfiatalabb színháza, a Salgó Tarjáni Zente Ferenc Színház produkcióját, amelyben a színész óriást, Koltai Robertet láthatta a közönség. A fesztivál záró napján a Budapesti Nemzeti Színház Tamás Járon Vitéz című drámáját mutatta be. Nagyon jó választás volt a Vitéz és szerintem ennek a fesztiválnak a lehető legjobb lezárása, hiszen ennek a fesztiválnak mi más is lehetne az üzenete, mint hogy jó magyarnak lenni. Ünnepi záróbeszédet Kelemen Hunor az RMDS államelnök jelöltje mondott. Kifejtette, a színház a közösség épülésének, sőt saját identitás teremtésének fontos eszköze. Szerinte a kisebbségi lét veszélyeztetett lét, hiszen eltűnhet mindaz, amit múltjában hagyományaiban felhalmozott, ha nem vigyáz azokra. mondta, az Erdély magyar közösség megmaradása csak a legalapvetőbb célja lehet a kisebbségi politikának. Nem elég megmaradni, meg kell erősödni, versenyképesnek kell lenni, és ami ezekben a napokban brassóban történik, ebbe az irányba mutat, fogalmazott Kelemen Hunor. Brassóban a Magyar Színház Fesztivállal most már hagyományt teremtettek a kezdeményezők erre szükség van egy olyan városban, ahol erős magyar közösséggel, ahol szolidáris magyar közösség él, ahol a magyar kultúrának, a magyar nyelvnek, a magyar színházi hagyományoknak helye kell, hogy legyen, és én ezért is örülök, hogy eljutottunk idáig, ezt folytatni kell tisztelet a nyelvünk iránt, tisztelet a kultúra iránt, tisztelet a mi hagyományaink iránt, ez vihet előre bennünket. A hagyományosá váló színházi seregszemlét jövőben is megrendezik. Szeretnék bevonzani az erdélyi társulatokat is, a hosszú távú terv pedig egy magyar nyelvű társulat vagy tagozat létrehozása a Brassóban. Székelyföldszerte szerte őrtüzek gyúltak tegnap a Székely Autonómia napján, nagyobb városokban, településeken pedig gyertyafényénél mondta ki a székely önrendelkezésért magyar vagyok. És a, jelenlétemmel támogatom a nemzetemet. Fontosnak tartom az autonómiát, a közösségnek az önrendelkezését, és ez szerintem minden népet megillet, és minden közösséget, és ezt kifejezésre kell juttatnunk. Így indokolta részvételét az a maroknyi marosvásárhelyi, aki vasárnap este gyertyát gyújtott a székely vértanúk emlékművénél, ahol később felolvasták a székely nemzeti tanács kiáltványát. Igényeljük Székelyföld területi autonómiáját úgy, ahogy azt a Székely Nemzeti Tanács által elfogadott autonómia statutum megfogalmazta. Romániának változtatni kell a politikáján a saját területén élő őshonos magyar közösséggel szemben, Véli Izsák Balázs a székely nemzeti tanács elnöke. Nyilvánvaló, hogy Románia stabilitását nem szolgálja, ha a magyar közösség nem érzi, nem tudja hazájának nevezni Romániát. Én nem tekintem Romániát hazámnak addig, amíg Románia nem hagy fel a magyarság jogfosztásával, és amíg nem garantálja Székelyföld területi autonómiáját egy törvényjel. Székelyföld több településének a határában őrtüzet gyújtottak. A szovátai eseményen összegyűltek, arra emlékeztek, hogy évszázadokkal ezelőtt őrtüzekkel jelezték egymásnak a székelyek, hogy baj van, baj közeleg. Már a tűzgyújtás más jelentést is nyert. Az üzenet az, hogy tartsuk ébren a lángot, ami a lelkünkben van, és kéne, hogy legyen, akinek nincs és küzdjünk, harcoljunk. A Székely Nemzeti Tanács idén a székely területi autonómia igényének kinyilvánítása mellett ismét az állam túlkapásai ellen is tiltakozott, követelve az úgynevezett terrorista perben elítélt Beke István és Szőcs Zoltán szabadon engedését. Szóvátán a Székely Autonómia napi esemény a nemzeti himnuszok eléneklésével zárult. Két évre szavazott bizalmat a testületet alapító tőkés Lászlónak az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács az elnöki tisztségben. Az ügyvezető elnöki feladatokat továbbra is Sándor Kristina látja el. Tök és elnöki beszédében úgy vélte, egy olyan autonóm magyar politikai és társadalmi közélet kialakításán és megszervezésén kell munkálkodni, amely mindenféle opportunizmus, meghátrálás és megalkuvás nélkül a lehető leghatékonyabban és legeredményesebben képes szolgálni az erdélyi magyar nemzeti közösség javát és jövőjét. Úgy vélte, az erdélyi magyarságot megilleti a többségi románság melletti társnemzeti státus, és az ország határain belüli korlátozott önrendelkezés. A küldött gyűlést Potápi Árpád János a magyar miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára és Szili Katalin miniszterelnöki megbízott is levélben üdvözölte. A romániai evangélikus luteránus egyház a hétvégén Sepsiszentgyörgyön Szent Györgyön szervezte meg országos reformációi ünnepségét és egyházkerületi lelkész konferenciáját. A rendezvényen Járosi Andor emlékestel tisztelegtek a lelkész teológus író emléke előtt, valamint felavatták az evangélikus templom előtti téren Luther Márton egész köztéri szobrát. Járosi Andor emlékestel kezdődött a reformáció ünnepe a Sepsi Szent Evangélikus templomban. A lelkész a második világháborúban zsidó családokon segített. 1944 őszén hurcolták el, fogolytáborban halt meg. Emlékére G. Szabó Béla kiállítást nyitottak. A tárlat a lelkészről készített tusrajzokat helyezte előtérbe. Ugyanakkor megjelentettek egy kötetet is, mely Járosi Andor folyóiratokban megjelent írásait tartalmazza. Örülök annak, hogy bemutattuk ezt a könyvet, és immár nem csak emlékként élhet az emberek lelkében, hanem kézben fogva olvasható mindazt, amit ő maga idejében leírt. A templom téren felavatták Luther Márton reformátor egész alakos szobrát. Adórián Idezső Zoltán püspök felidézte Luther hatalmas életművét. Teológiai, oktatói, filozófiai, egyház és társadalom szervezői munkássága leírva 121 kötet, ami összesen mintegy 80 ezer oldal tesz ki. A protestáns reformáció szellemi atyának szobra ma a keresztény magyar identitás kifejezője, mondta a püspök. Luther szobra itt ma több mint esztétikai, több mint emlékhely. Luther szobra itt ma egy nagyon erős és markáns üzenet a mai világnak, a kereszténységet, a keresztény értéket, hitet keresztény életrendet jelképező valóság ez a szobor. A Dorjányi szerint Luthernek szobrot állítani manapság Európában, köztéren nagyon tudatos, szellemi, erkölcsi és politikai állásfoglalás. Erdély első egész alakos Luther bronzszobrát Varga mihály Sepsi, szobrász művész készítette. Én azt hiszem, hogy a mai zaklatott világunkban fontos az, hogy a szobroknak pozitív töltete legyen, optimizmust, jókedvet, derült sugározzon. A a szoboravatást követő ökumenikus istentiszteleten átadták az evangélikus Lutheránus Egyház legrangosabb kitüntetését. A Járosi Andor díjad Bálint Bencédi Ferenc unitárius püspök kapta. Egy civil szervezet becslése szerint naponta 6 ezer tonna élelmiszer kerül a szemétbe Romániában. Az Eurostat adatai szerint Románia a kilencedik helyet foglalja el a legpazarlóbb országok listáján. A megvásárolt és elkészített élelmiszerek több mint 10%-a kerül szemétbe Romániában, ünnepek táján még ennél is több, miközben mintegy 7 millió személy a lakosság egyharmada a szegénységi küszöb alatt él. Romániában 2016 nyarán alakult meg az Élelmiszerbank nevet viselő civil szervezet, amelynek vezetői csütörtökön elmondták, hogy az elmúlt években kifejtett munkájuk igazolja, könnyen változtatni lehetne a nagymértékű szegénységen, ha a kidobandó ételt a szegény sorsutársainknak, illetve alultáplált gyerekeknek gyűjtenénk. A statisztikák hozzávetőlegesek, évente 5 millió tonna eldobott élelmiszerről beszélnek. Az igaz, hogy a pazarlás az az egész élelmiszerláncra érvényes, a mezőgazdasági termeléstől kezdődően, amit nem takarítanak be, vagy különböző betegségek és károkozók támadnak meg, egészen az ipari termelésig, ahol a gyümölcsök és zöldségek egy része kárba vész. Az élelmiszerbank tevékenységét akár az állam is támogathatná, hiszen 2016-ban a parlament elfogadta az élelmiszerpazarlás csökkentésére benyújtott törvénytervezetet, de szakemberek szerint, tekintve a helyzet súlyosságát, hosszú távú stratégiát kellene kidolgozni a megoldására. Januártól van egy kormányhatározat, amelynek alapján megpróbáltuk ezt egy rendszert elképzelni. Ez működget, de nem úgy, ahogy kéne. Pont ezért fontos volt ez a szeminárium, hiszen például vannak ezek a bankok, amelyek a mostani törvény és a kormányzat szerint csak közvetítők lehetnek. Borbé László hozzátette, a jövőben azon fognak dolgozni, hogy a civil szervezetek komolyabb szerepet vállalhassanak az élelmiszer pazarlás csökkentésében. Ugyanakkor fontos, hogy tudatosítsák a lakosságban az élelmiszerek értékét. A híradót látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Műsorunk elérhető az interneten YouTube-on és Facebookon.